Üdvözlöm is mindenkit. Igen, egy kicsit kaputójások vagyunk, mert nem négy forrásos szoftverekről fogunk beszélni, hanem a női közösségünket szeretnénk bemutatni, a Rose Hipset. Én Kazacsai Anikó vagyok, és mellettem Szabó Viktórián. Arról fogunk az elkövetkezendő néhány percben beszélni, hogy kik is vagyunk, miért jött létre ez a Rose Hips közösség, mi a történetünk, kiket várunk, a tagoknak, illetve jelenleg milyen tagjaink vannak, illetve hogy kell, vagy hogy lehetséges tagokként jelentkezni a csoportba, közösségünkbe. A Rose Hips egy non-profit szervezet, melynek több célja van, többek között az is, hogy az IT szektorban dolgozó hölgyek csatlakozhassanak hozzánk, illetve megoszthassák tudásukat, illetve aktualizálhassák a jelenlegi tudásukat is. Olyan hölgyeket várunk ebbe a közösségbe, többek között elsősorban hölgyeket, akik hasonló érdeklődésűek és egymást tudják segíteni programozási nyelven, különböző informatikai ismeretek elsajátításához. Valamint ezeket az összejöveteleket havi rendszerességgel szoktunk például megtartani, előadásokat, illetve workshopokat, valamint heti rendszerességgel tanuló csoportokon is részt vehetnek a tagok, illetve random időpontokban, te a délutánokat is szoktunk tartani, ahol megvitatjuk az esetleges kérdéseket, illetve ami minket érdekel. Valamint olyan a Rose Hipsnek célja például, hogy olyan platformot hozzon létre, ahol az IT szektorban dolgozók, illetve az informatika iránt érdeklődők rátalálhatnak saját hasonló érdeklődésű informatikában dolgozó, vagy informatika iránt érdeklődő hölgyekre, illetve megoszthatják azokat a tudásukat, aktualizálhatják tudásukat, kapcsolatrendszerekre tehetnek szert például. Az őket érdeklő vita témákban találhatnak esetleg megoldásokat. Valamint még egy célja van a Rose Hipsnek, a digitális kultúrát szeretnénk kicsit közelebb hozni a hölgyekhez. Például az anyukákhoz, esetleg a nagymamákhoz. Szeretnénk a veterán, a baby boom, az XYZ és alfa generációk informatikai szakadékát egy kicsit közelebb hozni, áthidalni. Minden 2014 nyarán kezdődött, amikor is hárman, mint lelkes csapattagok, mind a hárman különböző szakákban dolgozunk, tevékenykedünk, és szakmánkon belül egyre jobban érdeklődtünk az informatika iránt, és találkozásaink alkalmával egyre több szó esett az informatikáról. Ezeken a találkozásokon pedig elmeséltük egymásnak a kutatásaink eredményét, és egyre lelkesebbek is lettünk, és rövid idő alatt hatványozódott tudásunk, és egyre több csapattag is csatlakozott hozzánk, és már több mint 60 lelkes csapattagunk van. A tagjaink jelenleg különböző informatikusok, különböző programozó hölgyek, akik jelenleg többnyire férfias közegben dolgoznak, és szeretnének minél közelebb kerülni hasonló érdeklődésű hölgy tagokhoz, megvitatni azokat a dolgokat, amit szeretnének, és ami érdekli őket. Illetve megismerkedhetnek olyan hölgyekkel is, akik különböző informatikai cégeknél dolgoznak, és akár mondjuk külföldön, nem csak Magyarországon belül. A platform, amit létre szeretnénk hozni a Rose Hips-el, az nem csak egy offline platform, nem csak az előadásokon, workshopokon lehetne kapcsolatrendszert kialakítani, illetve ismerkedni különböző informatikai információkra szert tenni, hanem külföldön dolgozó informatikus hölgyekkel
egy online platformon keresztül. Illetve tagjaink például olyan diáklányok is, akik jelenleg tanulmányaikat folytatják, és tanulmányaik alatt már szeretnének kicsit bepillantást nyerni az informatika világába, szeretnének kapcsolatot teremteni, illetve információkat, tippeket kapni a már informatikával dolgozó, programozó hölgyekkel, akik tanácsot tudnak nekik adni az elhelyezkedéssel, gyakorlati lehetőségekkel kapcsolatban. Valamint jelenleg is tagjaink például külföldön élők, vagy kismamák, vagy vidéken élők, akik nem tudnak személyesen jelen lenni ezeken a találkozásokon, de online szeretnének jelen lenni és tudásra, kapcsolatrendszerre szert tenni. Annyit tennék még hozzá, hogy igen, a közösség létrehozásának közlete gyakorlatilag inkább az, hogy nem informatikai területen dolgozó lányok, nők találkoznak, viszont azok, akik szeretnének tanulni. Másodszorban azok is, akik mondjuk már ezen a területen dolgoznak, azok tudjanak tanácsot adni azoknak, akik még nem látják tisztán, hogy mi várja őket esetleg ezen a területen. A továbbiakban, tehát ez az első év az inkább arról szólt, hogy kialakítsuk, hogy milyen irányba is mozduljon el a közösség, amit a bővülő taglétszámmal folyamatosan változtatunk. A jelenleg igény az úgy alakult, hogy tényleg most van egy nemzetközi része, ami szakmai jellegű, és tényleg workshopokat hozunk létre különböző témákban, tehát vagy pedig szeretnénk rátalálni olyan már létező közösségekre, ami főleg lányokból áll, és bátorítani őket, hogy csatlakoznak hozzánk, hogy akik már elkezdtek mondjuk egy bizonyos szakterületen tevékenykedni. Továbbá hát célunk az, hogy létrehozunk egy online platformot, ami jobban összefogja ezt az egész közösséget, és egy tudásbázisként is szolgál. Dolgozunk is egy nőknek szóló informatikai magazinon, ami hamarosan majd online elérhető lesz. Tehát a csatlakozni vágyok között leginkább azoknak a jelentkezését várjuk, akik tehát tényleg a munkákat tudná segíteni, akár cikkírás, akár rendezvényszervezés, akár workshop szervezés terén. És bármilyen, tehát nem csak nőkre gondolunk, hanem mindenkire, aki támogatja azt a célt, amit mi is kitűztünk magunk elé, hogy több nő találjunk az informatikai közösségekben. Az elérhetőségünk több is van, nem vagyunk ugye a Facebookon, van egy Facebook csoportunk, amiben a legtöbb információ található, mert hetente szokott lenni találkozunk. Havonta van egy előadásunk, amit inkább laikusoknak szervezünk, tehát inkább csak egy elgondolkodható előadás azoknak, akik nem annyira foglalkoznak az informatikával, de akár érdekelheti őket. És tervezünk egy előadás sorozatot is, amit szeptembertől indítunk, de erről több információt a
és a lent magaszínban fogtok találni. Az elérhetőségünk pedig a russzipsterc@gmail.com-on lehetek elérni minket. Bármilyen kérdésetek van, akkor inkább interaktív módon szeretnénk folytatni az előadást. Igen? A Prezi Berlin belül még pár éve indult egy ilyen Neonétek, nem tudom, Badó Andrea végigszerűen alatt. Nem tudom, hogy biztos valami hallottatok róla, csak benne valamilyen áthallás vagy közös. Most még nincs, de pontosan ezt szeretnénk elérni, hogy az összesért, mert több ilyen kezdeményezés indult, nem csak a Prezin belül, hanem máshol is. És ezt szeretnénk összefogni elsősorban Budapesten, de magamról én több ideig éltem külföldön, mint itthon, tehát szeretnénk ezt, tehát van egy nemzetközi szárunk, és azt jól összekötni, és a budapesti közösséget viszont, tehát igen, a szintén találkozóinkon keresztül formálni. De az a tapasztalat, legalábbis azért részemről, hogy egyelőre Budapesten még mindig kevesebb az a hölgy, aki ezen a területen dolgozik. Általánosságban az egész világban. De... És mit szerettél volna még ez? Csak ennyire tudnak kérdésem, hogy nem konkurensen haladtok-e egymás mellett? Tehát gondolom, nyilván végeztetek felméréseket előtt. Szerintem ebben nincs konkurencia. Innen-onnan rákerestek, hogy ha annyira kicsi piac ez a budapesti közösség, meg annyira kevés szűk targetről beszélünk, hogy nehogy ablakon kidolgott erőforrás legyen, hogy itt is szerveződik, meg ott is szerveződik, akkor egyesíteni lehetne erőforrásokat, és akkor egy alap alatt többeket elérni. Igen, köszi szépen. Pont ez is a cél, hogy amit mondtam meg, hogy többen is szerveződnek külön-külön Budapesten, és szeretnénk a jövőben összefogni őket. És szerintem nem konkurenciáról beszélhetünk ebben az esetben. Úgyhogy szeretnénk a segítségeteket is kérni, vagy a javaslatokat, hogy ilyen téren tudjuk fejleszteni mégis a kapcsolatunkat. Igen? És hogy érzed, nemzetközi szinten mekkora különbség van Magyarország és mind más ország között, esetleg már kapcsolatban? Hát melyik országról gondolsz? Milyen országról vagyok kapcsolatban, ha már kapcsolatban vagyok, vagy milyen régió? Például itt ül egy lány is, aki nem magyar, csak most nem tud hozzászólni, de angolra is váltatnánk. Ukrajna, Kína, nem tudom, én milyen Kínában tanultam egy évet. Tehát mi nem az amerikai vonalat képviseljük elsősorban. És hogy látod, vagy hogy mennyire más, mennyire előre haladott nálunk? Ezt nem lehet szerintem így összehasonlítani, mert Kínában például ugye Shenzhen az a város, ahol a legtöbb informatikai dolog történik, és az az agyújtó központ, ahol a legtöbb ilyen kínai lányt is lett, vagy akár startupokról, hogyha beszélünk, megtalálni. Nem tudom, hogy egyébként mi a konkrét kérdés, mert vagy az a konkrét kérdés, hogy most Kínában milyen a informatikusok közössége, vagy hogy mennyien vannak. Ott többen vannak, mert sokkal matematikai beállítottságú az ő agyuk, és sokan tanulnak az USA-ban is informatikát. Te milyen területről jössz, hogyha megkérdeztetem? Hát nem köszönöm az ezt végzettségem, amit mondom, hogy informatikus. Jó. Egyéb? Igen? Először Kelejtmány Gábor kérdezni, Márta tud segíteni, vagy más, aki az Ubuntu-tól itt van,
Hát nagyobb szabad szoftveres projekteknek, mint például az Ubuntu-nak, vagy akár a GNOME-nak is, vagy akár a Debian-nak van egy ilyen női szakága, akik tulajdonképpen azzal foglalkoznak, hogy bátorítsák a hölgyek bekapcsolódását az informatikai iparba. És milyen létszám? Fogalmam sincs. Kemény maga ott is néhány ember, körülötte pár tíz, talán száz. Tehát annyira a nem sok, tíz, ők inkább... Az összes Ubuntu-s regisztrált most olyan 20-án ezer. Ilyen számokban nem menjünk bele. Nem menjünk, ez kicsit csalókkal értem. Igazából az a kérdés, hogy mit csinálnak ezek a csoportok. Az aktív rész azért. Igazából írnak ki pályázatokat, amikor direkt az a cél, hogy hölgyek kapnak egy nyárra, vagy hasonlóan rövidebb időszakra ösztöndíjat, és valamilyen projektben kell részt venniük. Egy ilyet talán tudnátok reklámozni, illetve van egy olyan része a tevékenységüknek, ami az alapvetően nőellenes, szexista hangulatot próbálja befolyásolni, és amikor valaki beszól egy csúnyát, akkor annak az orrára kuppintanak. Hát azt nem tudom, hogy foglalkoztok-e ilyesmivel, azt egy cikkot adok ki, de ahogy érzitek, ilyet is lehet csinálni. Tehát ők ilyenekben utaznak, ezt tudom neked válaszolni a nemzetközi közössége. A másik kérdés szintén, úgy tudom, hogy ugye fordítás, tehát magyarítás témakörbe is vártok segítséget, hogy, illetve a oktatási részt is erősítik nekik meg több terjesztési oldalát is. Uh-huh. Hogy most is van-e ilyen lehetőség, hogy hölgyek tudnának segíteni ebben a fordítás, például mondjuk angolról, de bárki melyről, de angolról. Bárki. Hát erre azt tudom már válaszolni, hogy a ilyet forrású közösségek azért alapvetően bárkit szeretettel várnak, hogyha úgy szeretné gyarapítani az ismereteit, hogy csinál valamit és közben tanul. Hát, hogy én is elkezdtem a karrieremet, ez bárki számára itt vál, és bizonyára lehet találni olyan lehetőségeket, amikkel ezt tudnánk segíteni, akár rajtuk keresztül is. Tehát most a fordító csoportnak hány nevét tagja van jelenleg? Lesz majd egy konferencia, jól tudom, május 9-én, ahol kifejezetten a szoftverfolytással kapcsolatban lesznek előadások, illetve ott összejönnek a fordítók, és hát ott kiderült hányan vannak, mi sem tudjuk most, hogy hányan fordítanak, de egyik is van egy kemény mar, aki csinálja, aki néha-néha csinálja, meglátjuk. Meg a újságban is van. Arra nekem nincs rálátásom, arra nincs rálátásom, egy külön társaság. De ők is szívesen látnak bárkit, aki tud lesegíteni nekik. Ott a folytonban a felvétel. Én az úr hatására rögtön tennék is egy tanájárás számotokra, hogyha gondoljátok, akkor a jövőben gondoljátok meg. Én itt jelenleg a magyar Drupal közösséget képviselem, szintén fordítói oldalról, és azért gondolom, hogy lányoknak, nőknek belépő szinten programozással még csak acélfogó, vagy azzal még csak irányozódóknak hasznos lehet fordítással kezdeni. Főleg egy olyan rendszer, mint ami a Drupal, amit sokszor szoktuk kritizálni azzal, hogy iszonyat egy bonyolult rendszer, nem az, esetleg először. A magyar szakzsargonnal ugyanis nagyon jól meg lehet ragadni a szoftver működésének a koncepcióját. És azáltal, hogy elkezdesz magyar nyelven mondatokat összerakni, hogy itt most valószínűleg ez a párbeszéd panel azt mondja, hogy az adat struktúra nem volt helyes, az már önmagában rávezeti a gondolkodását, hogy valószínűleg akkor hogyan működhet a színfalak mögött, a UI mögött a szoftver. Nem egy barátom volt, aki először csak fordított, és utána jött rá arra, hogy hát igazából akkor tudné már fecselgetni, kódokat javítani, és akkor már kontakt modulokat kezdett eljönni. Tehát szépen ezen a lépcsőben, ezen az úton haladt tovább, ami azt gondolom, hogy
lányoknak, nőknek is hasznos lehet a jövőben. Úgyhogy előadásra mindenki cserélni meg ott. Jó, köszi szépen. Szóval eddig még nem voltak mondani. Fordítok. Nem, kevesen vagyunk. Próbálok. Magyar próbálok. Jó, köszi. Egyéb javaslat, kérdés, igen? Tehát az elején szó volt róla, hogy nyáron jött össze a társaságnak a magja, és egy évre néz, nagyjából visszamegyére nézem. Igen. Hogy hát egy régi hagyomány az szoftveresek között a Linux tárgyból szerencsen. Nem tudom, most már akadémiával fejlődött, de valójában az eredeti koncepciója régen az volt, hogy a családok mentek el, és a fiúk többnyire a gépeket fújták, és hogy akkor próbálták elsajátítani a legújabb dolgokat, aztán még az előadásokon, de hölgyek, tehát a saját családokkal mentek el, voltak ott egyéb programok is volt, hogy aztán bekapcsolódtak, akkor cseperedtek a családtagok is a segítségben, tehát hogy volt egy ilyen ötlet esetleg, hogy elmennétek oda is, vagy elmennének képviselők oda is. Hát igen, ötletből nagyon sok van. Először, tehát mindenképpen szeretném azt most összegezni, hogy ez egy inkább az volt, hogy egy közösséget alakítsunk ki, és az után lehet jobban specializálni, akár bármilyen irányban. És ez olyan formán eléggé, de spontán alakult, mindenki a saját érdeklődésüknek megfelelően. Eleve az elején azért eléggé úgy kezdtük, hogy mi sem informatikát tanultunk. Tehát tényleg valóban úgy kezdtük, hogy akkor megnéztük, hogy mi hol kezdődik. És folyamatosan, hogy kinek milyen érdeklődésüknek volt, hogy kialakult, hogy akkor ezt a programnyelvet, azt a programnyelvet, hogy ide-oda, mert nem tudom, mobil applikációt akar fejleszteni, vagy fejleszteni, mert éppen az apukájának kell egy weboldalt csinálnia. Tehát, hogy igen, tehát, hogy most ez az év, ez inkább arról szól, hogy ötleteket gyűjtünk, és arra a meglévő tagokat is, meg olyan tagokat is gyűjtünk még, akik jobban tudnak kreálni kisebb csoportokat a közösségen belül, akik különféle ötleteket akkor megvalósítanak a saját vonalukon. De a lényeg az, hogy ez a közösség, tehát semmiképp sem versenyezve, hanem inkább támogatva egymás mindenféle területről alakuljon ki. Köszönöm szépen, hogy nem tudom húzni az időt. Talán jobb lenne kötetlenül beszélgetni a bár.